2021. szeptemberében ülünk a Vasszari Galériában, a Mese Mítosz História című kiállításban, aminek alcíme Mágikus Realizmus és Arhaizálás az 1960-as, 70-es évek művészetébe. Beszélgető társaim pedig Topor Tünde, az Átmagazin főszerkesztője, művészettörténész, és Képíró Ágnes, művészettörténész, történész, a Szolnoki Damjanics Múzeum képviseletében. Én pedig Révi Szemese vagyok, akinek régi vágya volt, hogy ezt a kiállítást így összehozzam, és megmutassam a közönségnek és egy kicsit a szakmának is ezeket a műveket így együtt. Az első kérdés, amit szeretnék nektek fölvetni, az azzal lenne kapcsolatos, hogy manapság a kortárs művészet kapcsán mondhatnám azt, hogy értékmérő az, hogy egy mű kellőképpen felelőse társadalmilag, aktuális társadalmi kérdéseket boncolgat-e, beleáll-e ezekbe a nehéz kérdésekbe. Szerintetek ebben a vonatkozásban hogyan értelmezhetők azok a művészek, akik ebben a kiállításban szerepelnek? Politikusak-e bármilyen olvasatban? És hogyha nem, az vajon baj-e? Szerintem áttételes módon mindenképpen politikusak. Az, hogy direkten mennyire politikusak, azt szerintem így nehéz megítélni, mindenféleképpen tudni kellene az egészen konkrét műveknek, az egészen konkrét akkori kontextusát, és hogy ki látta, mit jelentett, minek ment ellen. Szóval ehhez az én tudásom ehhez kevés, tehát hogyha egyes műveknek a történetét néznénk, akkor szerintem bizonyos esetekben kiderülnének ilyesmik. A Kondornál ott mindenféleképpen, tehát ott, ha jól emlékszem, ott volt egy olyan kiállítás, ahol a németeus visszavonta a katalógus előszavát, és pillanatokon belül azt bezárták talán, és vagy például ott van a Kondornak a diploma vitája, ami kifejezetten, tehát azt csodálatos most is olvasni és megnézni, hogy kik hogyan szóltak ahhoz hozzá, és milyen gyakorlatilag elmeháborodott szempontrendszernek kellett volna megfelelni, illetve milyen elmeháborodott szempontrendszernek ment ellene, nagyon is magányul, vagy szóval nagyon is tudatosan. Ez egy tök jó példa, amit említesz, az 56-os diplomavita, mert azt a szöveget ugye le is közölték nyilvánosan, tehát maga részleteiben olvasható, és ott pontosan el lehet csípni azt a pillanatot, amikor megjelenik az az attitűd, amire tulajdonképpen ez az egész, ami az egész művész generációra, arra a társaságra jellemző, akik itt a kiállításon szerepelnek, hogy úgy mondanak bírálatot és véleményt a saját koruk fölött, hogy kilépnek egy másik korba. És a Kondor Dózsa sorozatával szemben a legfőbb vádpont az az, hogy nem kötődik a jelenhez. Hogy pimasz és provokatív módon szembe megy a jelennel azzal, hogy Dürerhez köti oda magát. Ez az én értelmezésemben egyébként a szabad hagyományválasztás példája. Igen, de azt szerintem az most is, tehát hogyha belegondolunk, az halálvicces, hogy az arhaizálást nevezik provokatívnak, vagy az arhaizálást, még az arhaizálást is valami veszélyes és kifejezetten rendszerellenes éllel bíró dolognak tartják. Ez szerintem most innen nézve több, mint vicces. Ezért hangsúlyoztam ki ezt a szabad hagyományválasztást, mert talán a Sinkovics Péter ír le egy olyan példát, hogy amikor a Kondorék főiskolások, akkor a Bortnyik még azt is nyomon követte egy időben, hogy mit kölcsönöznek a hallgatók a könyvtárból. Tehát maga a hagyományválasztás is egy irányított folyamat volt. Te a Kass János kapcsán hogy látod ezt a kérdést? Hát nagyon érdekes, mert mikor megkérdezted azt, hogy politikusok-e, akkor rögtön az a paradoxon jutott eszembe, hogy a politikusan politikusok. Tehát olyan művészekről van szó ebben a kiállításban, köztük a Kass is, akik gyakorlatilag nyíltan nem politizáltak, de óriási nagy volt a társadalmi érzékenységük, és a műveikből is érezhető, illetve a Kass mellé, akkor ide sorolnám, akiket úgy vizsgáltam jobban a
Grosta, Szabó Vladimir, vagy akár a Kondolt is, hogy volt bennük egy kiútkeresés. Ha pedig politikai kategóriákba, vagy művelődés politikai kategóriákba gondolkodunk, akkor ugye nem hagyhatjuk figyelmen kívül az acéli 1958-as művelődés politikai irányelveket, amikor meghatározta ugye a három kategóriát, a tűrt, tiltott, támogatottat, és ezen alkotók bizonyos tűrés határon belül mozogtak, lehetőséget kaptak. Többen könyvillusztrációban például, hiszen a könyvlapjai vagy a grafika technikája, műfaja sokkal több mindent eltűlt, mint mondjuk a táblaképfestészet, de ettől függetlenül nem egy közülük került olyan helyzetbe más-más projektjével, és hát már nevezzük ugye ezt projektnek, mai nyelven szólva, amely kapcsán gyakorlatilag betiltottak kiállításaikat, műveiket. És ez azért izgalmas, mert ugye a három kategóriában, amit ugye említettem, a 3T, ma már úgy gondolkodunk ezekről a kategóriákról, hogy meghaladottak, vagy nem feltétlenül fontos őket figyelembe venni a korszak kultúrpolitikájának, művészetpolitikájának vizsgálatánál, de pont a tűrt kategória az, aminek a határait mai napig nem sikerült meghatározni egyértelműen. Igen, én ezzel vitatkoznék, hogy őket bármi módon is, tehát a tiltottba biztos, hogy nem tartoztak, de ők tipikusan azt a köztes zónát testesítik meg számomra, amik azt mutatják, hogy ezeket a kategóriákat, amik felől mi megközelítjük a 60-as éveket, vagy a 60-as, 70-es éveket, ezeket messze menőkig finomítani kell. Tehát jó, hogy a Kondor kiállításáról vannak ilyen információk, ez a 60-as kiállítás volt, ha jól emlékszem, és ott is inkább olyasmi történt, hogy hamarabb zárták be a tervezetnél, azt hiszem az Aradi Nóra bíráló cikke miatt. De azért ők helyzetben, tehát hogy kiállítási lehetőséghez jutottak, úgy, ahogy tulajdonképpen állami megrendelésekhez is, a Rékasi ugye egyébként falképpel diplomázik, ami külön érdekes, hogy ő a grafika szakon egy monumentális műfajjal diplomázik, ugye Kondor meg pont fordítva a grafika felől megy a monumentálisba. Ugye Kondor kapcsán is ismerjük ezeket a történeteket, hogy hol elfogadták, hol nem a hivatalos műveiket. Tehát én inkább valamiféle önkéntes visszavonulást érzek én itt, hogy nem is nagyon törekedtek az állami címek, elismerések, kitüntetések felé, illetve olyan kis műfajokban működtek, mint a grafika, amire eleve kevésbé hárult az ellenőrző figyelem is, meg tehát a felügyelet is, meg az elismerés is. Engem az érdekel egyébként ezzel az egész jelenséggel kapcsolatban, hogy mitől lett egy ekkora felvirágzása ennek a műfajnak. Mert ez gondolom azért összefüggésben van a... művészi grafikának? Igen, igen. Hogy akkoriban ez miért lett egy ilyen sokak által választott műfaj, és tulajdonképpen a szűk művész közösségen belül egy ilyen teljesen virágzó és egy ilyen nagy életet élő műfaj, miközben mondjuk a ennél tágabb keretek közé alig-alig jutott ki. Hogy te ezt hogy látod, hogy mi tette lehetővé? Vagy mi tette olyan először vonzóvá, ha nem volt benne pénz, meg elismerés? Még majd térjünk ide-vissza, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy a kiállítással én azt szerettem volna megmutatni, hogy ez a fajta képi gondolkodás, amire az elbeszélés, a narratíva, a részletgazdaság, a míves kidolgozottság jellemző, ez nem csak a grafikában létezett a korban, hanem festészetben is, valamelyest a szobrászatban is, a társul iparművészeti műfajokban is egyébként. Egész Kovács Margitot is lehetne példának hozni, csak ő most nincs itt a kiállításon, de a szőnyeg textilművészetben is tetten érhető. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan mentalitásról van szó, ami egyáltalán nem csak a grafikában jelenik meg, de kétségtelen, hogy a grafikában jelenik meg dominánsan, de ide majd térjünk vissza. Az egy másik kérdés kör, hogy a grafikának miért lesz reneszánsza a 60-as években. Sok olyan grafikus is működik, aki nem ezen a nyelven, vagy ebben a stílusban dolgozik, mondjuk a... jó, nem jut eszembe a név, mindjárt
beugrik. Tehát hogy számos olyan grafikus van a Stettner Bélától kezdve a Rassler Károlyig, akik meghatározó figurái a művészi grafikának, de nem ebben a gondolkodásmódban sorolhatók. Az okok komplexek, ahogy szoktak lenni, meg sokszerűek, nincs mögötte. Ezt most nem értem, hogy nem ebbe a gondolkodásmódba sorolhatók. Hát, tehát ez két külön kérdés szerintem, hogy a művészi grafika miért éli új reneszánszát a 60-as évek elejétől, és egy másik kérdés az, amiről ez a kiállítás szól, hogy ez az általam archaizáló mágikus realistának nevezett gondolkodásmód, ez hogyan jelenik meg? A kettőnek van közös metszete, de nem ugyanaz a kérdéskör szerintem. És akkor, ha már a művészi grafikáról van szó, abban bizonyára közrejátszik a képcsarnoki terjesztés szerteágazó, intézményesített, kiépített volta, tehát az, hogy a grafikából bizonyos fokig igenis meg lehetett élni, ezt a Maurer Dórától meg számos kortárstól is tudjuk, hogy igencsak jól fizettek a képcsarnoki körbe bekerült grafikánk. Kettő, ott volt a Koller félre galéria, tehát hogy ennek volt azért egy műkereskedői gyűjtői háttere, lehet, hogy annyit nem lehetett vele keresni, mint egy köztéri szoborral, de azért biztos, fix megélhetést jelentett. A Molnár Gabriella leszármazottai mesélték nekem, hogy abból, hogy a Kollerrel volt valaki kapcsolatban, és nem a képcsarnokkal, ez is fontos, hogy ez is egy alternatívája volt a képcsarnoknak, valamiféle viszonylag stabil pénzügyi forrást mindez jelentett, és ami fontos, függetlenséget. Tehát az, hogy nem kellett megfelelni a ideológiai elvárásoknak, vagy ikonográfiának. De egyáltalán a Koller az hogy működhetett? Most itt én teljesen outsiderként kérdezem, hogy az hogy létezhetett a Koller abban az időszakban? Hogy kerülhetett egy ilyen pozícióba, hogy ő az állami. Tudom, hogy a Kollernél forgalmazott dolgokat is zsűriztetni kellett talán. Na de akkor is az nagyon érdekes, hogy ő de ez ugyanolyan, hogy a Gross az hogy járhatott ki külföldre a grafikáival. Tehát azért voltak ilyen kis kapuk. Tulajdonképpen az egész kérdéskörrel kapcsolatban nekem alapélményem, hogy még mindig elnagyolt véleményünk van egy csomó mindenről, ami a 60-as, 70-es évek, és a mikrokutatások, résztémák feltárása az, ami segít élesebben látni. Amit én fontosabbnak tartok az egész kiállítás kapcsán átgondolni, hogy tudunk úgy egy korszakról véleményt nyilvánítani, vagy hogy merünk úgy egy korszakról véleményt nyilvánítani, hogy életművek tömkelegét nem ismerjük, szőnyeg alá söperjük, nem vagyunk hajlandók mélyre ásni benne. És még olyan viszonylag nagy életműveknél is, mint a Rékasi vagy a Kass, vagy a Gyulai. Ez elmondható. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az itt kiállított művészek közül művészettörténeti értelemben igazán maximum a Kondor van földolgozva. Lassan már túldolgozva is. És úgy próbálunk a Kondorról beszélni, hogy a kontextust nem ismerjük. A kapcsolódó tanulmányban, amit a kiállításhoz írtam, én leírtam ott azt a helyzetet, amihez én kísértetiesen hasonlónak érzem a mostani Kádárkorral kapcsolatos történeti kutatásokat, hogy egy hasonló szempontváltásra lenne szükségünk itt is, mint ami a 19. század kutatásánál lezajlott a Sinkó Katalin érában, aminek anno az aranyérmekezős koszorú kiállítás volt a nyitánya, ami az addigi narratív, lineáris művészettörténeti elbeszélést, ami a Lika nyomán a nagybányai művészterektől kezdődik, és halad a aktivizmus is a absztrakt kiterjesedés felé. Tehát ehelyett a lineáris narratíva felé, ehelyett szempontot váltott, és azt mondta, hogy nézzük meg belülről a művészeket, a díjazottakat, a kitüntetteket, az elismerteket, és egy új képet tárult elünk a 19. századnak. Én a 60-as évek kapcsán ezt hiányolom, ezt a szempontváltást, ezt tudva lévőleg nem tette meg a 90-es nagy 60-as évek kiállítása, ami egy ilyen jóvátételi tárlat volt, és ha bár kísérletet tett rá, de nem tette meg a
Petrányi Zsolt féle keretek között tárlat sem, egy picit tágította az eddigi kétpólusú szemléletet, de az, amiről én itt beszélek... Egy picit tágította, és annyit kapott a fejére érte, amennyit csak nem szégyeltek adni. Amit azóta se értek. Szóval, hogy amit én itt hiányolok, az a részletmunka, az az áldozatos és koncentrált munka, amit a művészettörténetnek ebbe a témába bele kéne fektetnie. És nem tudok jobb hasonlatot rá, mint hogy az én nézőpontom szerint a mi munkánk régészeti munka. És a régész nem dobja félre a talált tárgyat vagy cserepet az szerint, hogy az jobbra vagy balra tartozik, hanem mindent számba vesz. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk, akár csak a közelmúltról, végre el kéne foglalni ezt az objektív pozíciót. És ebbe bizonyos Tetner Béla is beletartozik, a Szász Endre is beletartozik, a Gyulai Livius is beletartozik, Kass János is beletartozik. Mit gondoltok erről? Én egyrészt azt gondolom, de nem akarom most ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, hogy ma grafikatörténetet kutatni, közelmúlt grafikatörténetét, vagy 45 utánit nem divatos. Tehát nagyon kevés olyan kutató van, aki valamiért elhivatottnak érzi magát, hogy akár egy életművel foglalkozzon. A másik, ami például az inkas kutatásomban rögtön probléma volt, hogy nem találtam szintézist erről a korszakról, még rá nem jöttem arra, hogy meg kell keresni azokat az embereket, akikkel talán együtt csinálhatunk szintézist, és elhivatottan kevesebben vagyunk szerintem, mint amennyit egy kezemben meg tudok számolni. Tehát ez az egyik probléma az én véleményem szerint. A másik az, hogy ehhez ugye nem csak grafikatörténeti vagy általános szintézis kellene, hanem tényleg egy olyan újra gondolás, ahol akár a kicsitől közelítünk, akár a... Hát meg bocsánat, hogy közbevágok, de hogy először is a műveket ismerni meg. Tehát, hogy valami furcsa esztétizálás jellemző sok esetben a művészettörténet tudományra, ahelyett, hogy a tárgyszerű adatokból indulnánk ki, mi a tárgyszerű része a mi tudományunknak? A mű, a kép, a technika. A technika, igen. Tehát én, amikor ezt a kiállítási anyagot összeraktam, akkor szisztematikusan végignéztem az összes hivatalos műcsarnoki tárlat katalógusát, a fiatal művészek stúdiának katalógusait, a hódmezővásárhelyi katalógusokat, az elérhető grafikai katalógusokat, mert az első kérdésem az volt, hogy mi az összkép? Azon belül vajon tényleg kitapintható az, amit én prekoncepcióként felállítottam magamnak, hogy van egy ilyen beszédmód. Nézzük meg az egykori reprodukciókat. Olyan nevek jöttek elő, mint például a Molnár Gabriella, akit itt több helyen is megmutattam, akiről szinte semmit nem találsz művészettörténetileg, miközben a képi beszédmódját, kvalitását tekintve azt gondolom, hogy érdemes lenne erre. És ez csak egy példa a több tucatnyi közül. Most, hogy a Molnár Gabriellát mondtad, akkor most nem akarok kitérni arra, hogy ennek mi az oka, hogy nem kutatnak a művészettörténészek. De majd térjünk ki, mert én szerintem nagyon fontos. Jó, de akkor ugyanoda lyukadunk ki, amit tényleg már unalomig ismételgetünk, hogy a művészettörténészképzés és egyáltalán a mostani trendek és a valós magyarországi szükséglet között mutatkozó, hogy nem mondjam, szakadékszerű diszkrepancia, és a többi, és a többi. Tehát igaziból most csak a Molnár Gabrielláról érdekelne az aspektus, ez is unalomig ismételt szempont, de hogy te hogy látod, mint a korszak ismerője és kutatója, hogy itt a... Mert például én a Berki Violával foglalkoztam valamennyit, és az, hogy nő az illető művész, az mit okozott, és az hogyan befolyásolta a karriert? Tünde Maurer Dóra is nő, és azt hiszem, hogy az egyik legmagasabbra értékelt kortárs művész, nem? Most nem arra, tehát nem arra a részére akarom kifuttatni a dolgot, vagy nem arra vonatkozik a kérdés, hogy a Maurer Dóra, aki közben stílust váltott,
és ezt a típusú grafikát, ezt odahagyta a bécsi évek után egy teljesen más típusú művészetért, de mondhatjuk a Keserű Ilonát is egyébként, aki szintén csinált grafikát, és szintén nagyon-nagyon magasan jegyzett most, és egyébként ő is elmondta azt, hogy akkoriban, amikor ő fiatal volt, akkor ő nyugodtan tudott csinálni olyan kísérleteket, és nyugodtan tudott olyan dolgokkal foglalkozni, amiért a fiúknak már rég a fejükre ütöttek volna, de ő, mint nő, ez egyáltalán nem volt érdekes, nem figyeltek oda egyszerűen arra, hogy ő mit csinál. És akkor, amikor aztán bekerült abba a csapatba, amire már fókuszálódott figyelem, akkor ez megváltozott, ez a pozíció, de mondjuk a Molnár Gabriella, akinek a nevét se hallották sokan, az egy megint más helyzet, és más helyzet a Berki Viola is, aki viszont egy darabig ment a fiúkkal, és amíg a Kondor élt, addig tulajdonképpen ők mint egy nem párként, de párban haladtak. A Grossal egyébként, tehát ez egy nagyon szoros baráti társaság volt. És a Grossal is, és aztán utána egyszer csak ő maga panaszkodik, hogy elkezd kihullani abból a közegből, amire figyelnek, amire a művészettörténészek, vagy az akkori művészetpolitika figyelme kiterjed. Én nem tudom, hogy ezt össze kell kötni a női szereppel. Az biztos, hogy itt a Molnár Gabriellel konkrétan tudom a fia elmeséléséből, hogy egy olyan attitűd volt, ami maximálisan háttérbe húzódott, és semmilyen módon nem akart szerepelni a kortárs. De most a fiúkról is elmondtad ugyanezt. És... Igen, mert hogy azért mondom, hogy ez nem biztos, hogy a női szerepek kérdése, mert a Rékasi Csabáról is tudjuk, hogy kifejezetten ockodott attól, hogy... Na de emese, hát a Rékasi Csabának a nevét mindenki ismeri, a Molnár Gabrielláét meg senki. De nem hát, vagyok benne biztos, hogy a Rékasi Csaba nevét annyira ismeri mindenki, de jó. Nem tudom, hogy ez női kérdése. Nem. Biztos, hogy ez érdekes egyébként, hogy az Ágota Margitot mennyire kevésbé ismerik, mint a Rékasit. Én inkább onnan közelíteném meg a dolgot, hogy nem csak saját magukat nem pozícionálták a saját korukban, hanem azóta sem született róluk érdemi elemzés. Tehát azt azért számomra ilyen drámai látni, hogy egy Ágota Margit, akit én nagyon nagyra értékelek most már annak alapján, amit láttam, művészettörténeti értelemben nincs nagyon érdemi szöveg róla, de egyébként Rékasi Csabáról se, hanem ilyen esztétikai elemzések és általános méltatások vannak. Tehát számomra ez meglepő, hogy mennyire nem veszük őket komolyan, tudományosan. Én ennek az okára lennék kíváncsi, és ezen szeretnék változtatni. Bocsánat, ezt a Grossal megkíséreltem megcsinálni, hogy komolyan vegyük a Grost, aki ebből a hármasból ugye tulajdonképpen a legrosszabbul járt hozzá, hasonlóan csak a Szászendre járt, így le lett írva. Igen. És amit ugye a vezetésen említettél is, hogy a Szászendrét is nagyon érdemes lenne újra nézni, és azt, ami benne értékelhető és saját kora nemzetközi élvonalában benne volt, azt igenis tegyük a helyére és értékeljük. Hát már csak azért is, mert azért az előző korok magyar művészei között is találunk azért, ha nem is százával, de úgy jó sok olyat, akinek mondjuk a korai korszaka értékelhető, és aztán az utána elkövetkező művészi teljesítménye, az pont ugyanannyira eredeti, vagy pont ugyanannyira értékelhető, mint a Szászendrének a késői művei. De egyébként kétségtelen, hogy ebben az egész helyzetben közrejátszik, hogy az a médium, amivel ők dolgoznak, ugye egyrészt a sokszorosított kép, másrészt a könyvillusztráció, az duplán nehezíti azt, hogy ők a helyükre kerüljenek. Hát Kass János az nagyon jó példája ennek a szimptomának, hogy milyen nehéz lenyomni a torkán a hagyományos művészettörténeti gondolkodásnak egy olyan alkotót, aki jellemzően a kis művészetekben dolgozik, de a Gyulai Léviusszal is ugyanez a helyzet. Hogy látod ezt? A Kass helyzetét, pozícióját mondjuk a művészettörténeti gondolkodásban. Hát nem, hogy egyetértek, hanem némileg ellent is kell mondjak, mert ugye, aki ismeri Kass nevét, ő abszolút onnan indít, hogy ja, a könyvillusztrátor. De hát ő még legalább 6-8 területen alkotott, és
Nyilván ő az egyik legfoglalkoztatottabb könyvillusztrátor volt, mind a mellett, hogy mondjuk az egyik legfoglalkoztatottabb bélyeg tervező. De ha megnézzük, ugye kisművészetnek nevezted, én úgy szoktam, hogy alkalmazott művészetek. Az alkalmazott művészeteknek olyan igazán irodalma még annyira sincs, mint mondjuk a képzőművészeti ágakon belül a grafikatörténetnek, hogy talán itt lehet az oka, hogy, illetve hát engem is érdekel az ok, hogy az, ami izgalmas abban, aminek gyakorlati célja, haszna és közben esztétikája van, az miért nem érdekli a tudománytörténetet? Én nem tudom, hogy ez mennyire speciálisan közép-európai helyzet. Nem tudom, Tünde, hogy te erről mit gondolsz. Mert azt éreztem ennek a témának a kutatása közben, hogy az a szorító, az a satú, amiben mi élünk itt, nem tudom, most már több mint egy fél évszázada, vagy ki honnan számolja a satút, abból eredően minden maximálisan fölértékelődik, ami autonómia, ami progresszió, ami politikus, érthető okoknál fogva. És ez itt teljesen rendben van. Nem csak ezek szerintem, hanem az értékelődik túlzottan, hogy mi az, ami a nyugati trendeknek megfelelő, és ki az, aki oda tekintve, vagy arra felé figyelve alkotott, és így valami olyasmit hozott létre, ami azokhoz hasonló, de azért ahogy telnek, múlnak az évek, nagyon, tehát, és én ennek a jelét látom ebben a kiállításban is, meg az ilyen típusú művészetek felé megnyilvánuló érdeklődésben, hogy viszont most azért kezd az is érdekessé válni, hogy mi az, ami itt, ezen a táptalajon, ebből a hagyományból, azokkal az eszközökkel, ami akkor adott volt, tehát amihez nem kellett feltétlenül külföldi sajtóhoz jutni, mondjuk azért a könyvtárba el kellett menni, meg a Szép Művészeti Múzeumnak a grafika tárába, de hogy kifejezetten abból a hagyományból mit tudtak létrehozni, ami a... Én nekem ez az érdekes ebben, és ebben a témában is... Valami lokálisnak tartod? Lokális jellemzőnek? Nem úgy lokális, tehát hogyha megnézed, akkor mondjuk van a szlovákoknál az Albin Brunovski akartam még róla. Amikor megnézel, akkor látod, hogy de hát ez tiszta Max Ernst, bocsi. Az itteniek, azok szerintem bizonyos szempontból eredetibbek. Egyfajta szürrealizmus, igen, ez is. De ez fontos, amit mondasz a Brunovskival kapcsolatban, mert engem egy idő után elkezdett nagyon érdekelni, hogy ez a mágikus realizmusnak nevezett dolog, ez hogyan ragadható meg a környező országokban is. Ez derült ki, hogy a szlovákoknál, a cseheknél, a lengyeleknél, de még akár a lipcsei iskolát is ide sorolhatjuk, abszolút létezik egy ilyen figuratív, mitologikus, motivumgazdag kifejező eszköztár, csak érdekes mód, hogy ők jobban értékelik a sajátjaikat, mint mi a sajátjainkat. De az az érdekes egyébként, hogy ez az egész, most nevezzük így nagyon leegyszerűsítve, múltba fordulás, az nagyon-nagyon erős összhangban van az úgynevezett Arkádia festészettel az első világháború után, és az számomra elképesztő érdekes, hogy miközben a Brunovski ilyen Max Ernstes, és ő is ilyen történelmi témákat... És egyébként a Maurer Dóra meg a Major, amit csinált a 60-as években részkarcban, az ehhez volt kapcsolható. Igen, de az szerintem pont emiatt egy kicsit nem ez a teljesen ős eredeti, vagy hogy mondjam, ilyen nagyon itt gyökerező dolog. De ami eszembe jutott, hogy milyen érdekes, hogy például ez mennyire összefügg az akkori, nem csak irodalommal, mert az egyértelmű, de a filmmel, tehát az, hogy miközben itt leforgatják a Gyula Vitéz télen-nyáront, ami ennek, tehát ugyanez a gondolat, csak szatirikusan, a szatirikus felé elvive, de hogy például a lengyeleknél pont ugyanekkor a fő filmjük, az a zaragózai kézirat, ami egy lengyel 18. század végi Nemes Potockinak a fantasztikus könyve, az én mániám egyébként, hogy mindenki olvassa el, mert az isteni egy ilyen egész akkori világot
leíró mű, és ráadásul rengeteg vonatkozása van a mai korra, de hogy akkor a filmben is ugyanez a historizálás van meg, tehát most sajnos nem jut eszembe a filmrendező, az egyik leghíresebb lengyel filmrendező, aki ebből a könyvből filmet forgatott, és tudom, amikor nézed, direkt megnéztem lengyelül egyébként a filmet, amikor látod, hogy micsoda figyelem volt akkor is arra, hogy a korhű jelmezeket, meg a stílushű, mert az egész könyv az a hispán hegyek között játszódik is, meg a török, meg a mit tudom én milyen helyeken, de hogy ezt valahogy ezt is valahogy újra teremteni ezt a világot, hogy ez is micsoda összefügg, tehát hogy milyen olyan szálak vannak, ami teljesen feltérképezetlen, és abszolút ilyen régiós jellemző, és szerintem nem véletlen az, biztos a franciák is csináltak akkor ilyen történelmi filmet, de teljesen más indítatásból, és itt pedig van ez a közép-kelet-európai átfedések, burjánzások, a kölcsönhatásokban nem vagyok annyira biztos, hogy minden mindenre hatott, tehát jó, a plakát az oké, de meg a grafika is bizonyos szempontból, de mondjuk ez sincs feltérképezve, szóval lehet, hogy hatott, lehet, hogy nem hatott. De minden esetre van egy olyan erős, közös jellemző és közös mag, ezt szerintem nyugodtan lehet ápolgatni, amellett, hogy más alkotók, meg más művek, meg mennyire összhangban voltak az éppen adott nyugat-európai és amerikai mintákat. Engem ez most jobban érdekel. Igen, szerintem is ez egy kicsit számomra olyan, mint amikor egyetemistaként rácsodálkoztunk először a klasszicizmusra. Mert hogy már mindenkinek a könyökén jött ki a fauve, meg az expresszionizmus. Ugye nyilván, hogy egy generációval korábban meg éppen az volt érdekes, és akkor, amikor először beszabadultunk a Musée d'Orsay-ba, akkor minden érdekes volt, ami klasszicizált és historizált. Tehát, hogy talán egy újfajta ízlés is megjelent ezzel kapcsolatban, ami átkatintja a fejünkben ezeket az alkotókat. Egy picit a Karlovsky Bertalan esetéhez látom én ezt hasonlónak, hogy igenis Karlovsky Bertalannak is helyet kell adni a nap alatt, és a maga módján értékelni, vagy értelmezni kell az ő festészet itt a historizmusban, meg ezeket a művészeket is. Milyen hiányérzetetek volt ezzel az anyaggal kapcsolatban? Kíváncsi vagyok rá, hogy vannak-e olyan alkotók, vagy műtípusok, amit egyrészt hiányoltatok, vagy úgy éreztétek, hogy kilóg ebből az áttekintésből? Nekem egyedül az Anna Margit lógott ki. De értem, hogy miért került bele. Bábuk miatt. A bábuk miatt, de azért ott egy kicsit... Ebbe igazad van, sok ilyen határeset volt. Amit az előbb mondtál a generációkról viszont, mert arra akartam reflektálni, ugye mondtad az Arkádia festészetet, a 20-as éveket, hogy a Pekári és a Szabó Vladimir számomra azok, akik generációsan ezt a kontinuitást megmutatják, hiszen ők már tulajdonképpen a 20-as, 30-as években is, vagy a 30-as évektől azt a hangnemet képviselik, amit aztán törés nélkül visznek tovább, vagy mentenek át az 50-es, 60-as években. Az Anna Margit igazából csak a bábú tematika miatt kapcsolódott ide, ebbe igazad van. Ő csak... Ja, de bocsánat, de egyébként más miatt is, most eszembe jutott, a személyes kapcsolat miatt, mert ezt a tanulmányban idézem is, hogy a Berki Viola meséli, hogy a Grossal fölkeresték Szentendrén, a Kornis műtermébe lakott egy ideig, Anna Margittal személyesen jó barátságot ápolt, és Szántó Piroskával. És ezek megint olyan vallomások, ezt több helyről is megerősítették, ami mutatja, hogy itt van egy ilyen belső kötelék az európai iskola szürrealizmusa és ennek a generációnak a szürrealizmusa között. Neked hiányérzet? Mit raktál volna be, vagy mit nem? Én szintén személyes, vagy egymáshoz kapcsolódó alkotók vonalán valamiért azt hittem, hogy fogok találkozni Hintzel, aki itt ugye többeknek nagy mestere volt, és talán tágabban, de úgy éreztem, beleilleszkedett volna ebbe a narratívába. Számomra ő egy picit egyébként más attitűdöt képvisel, pont azért, mert ehhez inkább a klasszicizm. Hát, igen. És Reich Károly. Jó, én nem haragszom, hogy a Reich Károly nem szerepel. Pedig, bocsánat, de a Reich Károly
nekem egy nagy szívfájdalom, hogy őt sem ismerjük kellőképpen a maga mélységében vagy gazdagságában. Vannak róla színes szagos albumok, de a Reich Károly meg tud lepni egy-két olyan finom hidegtűjével, ami Picasso-i, nem tudom, hangon szólal meg. Szerintem nekem legalábbis egy picit a Reichel az a gondom, mint a Szász Endrével, hogy túlságosan is a popularizált oldalát ismerjük. Azt ismerjük. Igen, de ez itt fontos a kutatás, amire az elején utaltunk, hogy nem lehet úgy dolgozni, hogy nincsenek meg a részkutatások. A Szász Endre kapcsán tudtam támaszkodni a Géger Melinda és a Kaposvári Múzeumnak nagyon alapos alapkutatásaira, ahol bemutatták, reprodukálták a korai Szász műveket, amelyek számomra se voltak egyébként ismerősek, mert ugye azt tudjuk, hogy a könyvillusztrációba miket csinált, és mik voltak a nemzetközileg ismertek, de ezek a kis festményei, amiből van nem sok, egy tucat talán ilyen szürrealista, gyönyörű, mágikus realista darabok, ezeket onnan lehet tudni, hogy ezeket reprodukálták és publikálták, és baromi fontos lenne, hogy egy csomó életművel ugyanez a munka megtörténjen, mert a mozaik darabok csak akkor fognak összekattanni. Most pont a Reich kapcsán jutott az megint eszembe, hogy igaziból, ahogy mondjuk az építészetnél is két generációnak úgy ki kell futnia, hogy érdekesnek találjuk ismét, vagy érdekesnek találjuk egyáltalán, és értékesnek azt a teljesítményt, amit az az adott korszak mutat. Itt is azt érzem, és ezt a Reich hozta elő belőlem, hogy én nekem olyan csömöröm volt gyerekként a Reich Károly illusztrációkból, és annyira megőrültem, hogy mindenkinek ugyanolyan arca van, és ez a egyenes görög, nincs orra, hanem a homloka együtt van az orrával, szóval, hogy ezt látod mindenhol, hogy való igaz, hogy ugye ennek ki kell mennie. Ez tök fontos, amit mondasz, ez a kassal is így nem van, meg a hincel is. A kassal is abszolút így van, és nem véletlenül mondtam a Ébenfaló mesekönyvet, hogy én nekem a Würz Ádám, tehát az, hogy akkoriban minden nyomorult gyerekkönyvet ők illusztráltak azért, mert hiszen nem kaptak nekik, a stílusuknak megfelelő munkát. Tehát én sokkal boldogabb lettem volna, hogyha abban a korszakomban, amikor még meséket olvastam, akkor mindent a Farkas F. Györfi illusztrált volna, aki a Gőgös Gunár Gedeont meg a Mosómasa mosodáját. Nem, a Rébert sem. És látom a gyerekeken most is, hogy a gyerek még azt szereti, ami teljesen élethű, de azért színes, és olyan kedves, kerek, és van, hogy is mondjam, van tere. És nem egyébként ez a pont a stilizált... Hinc meg a Kass ezt jól tudták, különösen a Kass, mert ő egy ilyen finom egyensúlyt... Nekem a Kass se, és a Hinc se. Tehát a mindennapra egy mese a Hinc illusztrációkkal engem az idegesített. Én sokkal részletezőbb, aprólékosabb, de nem ebben az értelemben részletezőbb. Szóval ezek felnőtt rajzok, ezek felnőtt művek, ezeket gyerekesíteni, én itt még mindig érzek egy olyat, hogy még most is előjön belőlem az, hogy hát foglalkozzon ezzel a grafikával az, aki akar, de hogy ezt úgy igazán komolyan véve kutatni, az szerintem az én generációmnak egy csomó tagjából még ezt a reakciót hívja elő, még akkor is, hogy az művészettörténész és tudja, hogy akkor is foglalkozni kell vele, hogyha nem szereti. Még egy fontos dolog eszembe jutott, az ikonográfia. Tehát ez is egy olyan szempont, ami azt gondolom, hogy művészettörténetileg nagyon jó témává, hálás témává teszi ezt az egész kört, hogy ezek ikonográfiailag elképesztően gazdag, sokrétű, rengeteg kultúrtörténeti hivatkozással teli képek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a klasszikus művészettörténeti eszköztárat lehet rajtuk keresztül mozgósítani és gyakorolni. Nagyon komoly összehasonlító elemzéseket csinálni, akár horizontálisan, akár kultúrtörténetileg.
És hát, de még egy dolog, ami nem annyira, tehát amivel vigyázni kell most, és az az, hogy a magyar hagyomány hogy van benne. És az, hogy a magyar hagyomány, a magyar monda, a magyar irodalom, a magyar történelem motívum kincse, az hogy jelenik meg. Tehát, hogy vigyázni kell vele, hogy milyen irányba megy. Hát, hogy egyáltalán nem divatos. Ki mire használja. Igen, igen, tehát most a szerencsétlen Berki Violának az ős magyar rajzaival előállsz, akkor pillanatokon belül egy olyan helyen találod magad, ahol nem szeretnél lenni, vagy ez a Somogyi Győzőnél. Vagy a Somogyi Győzőnél. Tipikus. Hát a Somogyi Győző, aki igazán, tehát azért nem véletlenül lődözték szét a képét, szóval azért nem egy Sztálin barokk, amit úgy szeretnek a hogy is mondjam, a mindenkori nem is hatalmasok, szóval a mindenkori egyszerű művészetet kedvelők, hanem hát az egy rendes jó művész, és pusztán a témái miatt. De ez számomra megint egyébként egy nagyon aktuális, és azt mondhatnám, hogy a szakma moráljához kapcsolódó kérdés, hogy az, hogy a későbbi történeti korokban ki hogyan pozícionálja magát, vagy akár aktuális politikai mezőben ki hogyan pozícionálja magát, ez szabad-e, hogy befolyásolja a visszamenő történeti ítéletünket. És ugye Somogyi Győző az azért nagyon jó példa erre, mert mindenki, aki kicsit is ismeri a 70-es évek grafikáját, vagy művészeti szinterét, az nem igen vonhatja kétségbe, hogy a 70-es években készített szitanyomatai, azok elképesztően izgalmasak, új hangot képviseltek, ugye itt a kiáltáson egy mű szerepel tőle, és azért pont és az... ultra vicces. Azért pont az, mert az új írásban komoly vita bontakozott ki arról a Krisztus ábrázolásról, arról a Biblia ábrázolásról, ahogy ő megmutatta a szenvedő Krisztust, és ő maga is ír ennek a vitának kapcsán egy polemikus írást, az Én Krisztusom címmel, ami tulajdonképpen megvédi azt, hogy ő igenis ábrázolhatja ilyen kicsit groteszk módon. Na most azt gondolom, hogy egy történésznek az a dolga, hogy ezt a szellemi kört és ezt a kontextust fölvázolja, teljesen függetlenül attól, hogy Somogyi Győzőnek éppen aktuálisan mi a pozíciója a kortárs vizualitásban. Jó, de mondjuk nekem azt egy... ma nagyon nagyra tartott művész mondta, hogy az, hogy te kivel foglalkozol művészettörténészként, az téged pozícionál és téged meghatároz. És ez a, nevezhetjük téveszmének, ez a, tehát hogy kinek a hátán lovagolsz be, ott tényleg nem tudom, hogy hova, tehát hogy a művészettörténész panteonba, az... bizonyos felfogás szerint nem mindegy. Az, hogy valóban ez a szakmai, etikai norma alapszint, ez valahogy nem teremtődött meg, hogy mindennel foglalkoznod kell úgy, ahogy ez a régészet hasonlat, ez most nagyon megtetszett, hogy a kis cserepeket muszáj egymás, vagy szóval muszáj mindegyiket elővenni, és nem jobbra, nem balra tenni. Az egy nagyon fontos dolog, de azért annyi szubjektív, tehát annyi választási jogot a művészettörténészeknek is meg kell hagyni, hogy az mégis mi az, amit szívesen néz órák hosszat egy nap. És az az igazság egyébként, hogy én magamon azt tapasztaltam, hogy amikor már igazán sok mindennel foglalkoztál, akkor gyakorlatilag szinte mindegy, hogy... Hát itt jutunk, a tetszés az itt jutunk vissza ugye a képtudományhoz, az én kedvenc paripámhoz, és nem véletlen, hogy a populáris grafikából indultam, mert abban a pillanatban, ahogy ezt az egészet egy olyan mátrixban látod, ahol a kép működését, társadalmi működését figyeled, akkor indiferensé válik egy pillanaton túl a tetszés, nem tetszés, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek személyes kedvenceim, mert Rékasi Csabát bár idők végezetéig el tudnám nézni a falamon, de nem ez az alapkérdés ebben az esetben, azt gondolom, hanem az, hogy egy Somogyi Győző Krisztus ábrázolás hogyan működik 1971-ben. Minden esetre az én álmom az, tehát hogyha egyes ilyen műveket
nyilvánosan lehetne elemezni közösen. Mert annyi, tehát engem a Berki Violánál az őrített meg, hogy miközben beszélgettem még kortársakkal is, van egy olyan képe, amiről nem lehet megtudni, hogy kiket ábrázol, de közben ordít, hogy valakit. Tehát, hogy iszonyú, tehát nem tudom, hogy totális művészettörténészi frusztráció az, amikor nincsenek források. A kortársak tulajdonképpen azt érzem, hogy fel se fogják, hogy mit kérdezek, vagy hogy mi lenne az érdekes, mert egy teljesen már ilyen unalomig ismert narratíva mentén nyilatkoznak egymásról, vagy magukról, vagy arról az adott időszakról. Tehát miközben itt vannak a szemünk előtt az iszonyú részletgazdag, nagyon-nagyon sok mindent eláruló képek, még sincs meg a kulcsot hozzá. Tehát most én nézem mondjuk a Rékasi Csaba bizonyos műveit, és szeretném tudni, hogy miért ilyen hajat rajzolt. Jaj, de én ezzel rengeteget küzdöttem, mert azért jártam végig a ma még fellelhető leszármazottakat, vagy megszólaltatható művészeket, ugye még Gyulai Riviusszal tavaly Ági és én is beszélgettem, és vittem a képeket, oda tettem el, ez mi, ez miért? És tulajdonképpen azokat a válaszokat már nem kapjuk meg, még magától az alkotótól sem. Én a psziché illusztrációkkal voltam itt, így, hogy végig akartam vele lapozni a kötetet, hogy magyarázza meg, hogy mi miért, és hihetetlen módon kitérő válaszokat adott. Tehát úgy tűnik, hogy egyrészt nem biztos, hogy olyan fokon tudatosak, ahogy mi feltételezzük, másrészt az emlékezetük az nagyon szelektív. Vagy pedig az a gátlás működik, ami egyébként minden a ilyenkorú művésznél, hogy semminek a forrását nem elárulni. Pedig mindig a Gyulai Liviusnál ez nagyon, az ki. Nagyon érdekes volt, amikor a psziché képeknek előkerült egy az egybe az előképe, amiről ő nem tudott, nem emlékezett már rá, hogy igen, milyen mert, barabást használt. Mert volt egy olyan elvárás ezekben az, hogy minden eredetinek kell lenni, hiszen mindenki mást nézett, mindenki valahova nézett és valahonnan merített. Ez szégyennek számított, és mindenki titkolta, hogy ő honnan merít. És gyakorlatilag ezt szerintem nem sikerült átverni tulajdonképpen, hogy de nem ciki, egyáltalán nem kínos, hogy előképeket, hogy pláne egy ilyen, amit most ennek mentén elemzünk, hogy milyen hagyományhoz, ki hogyan nyúlt, és miből merített, hogy ezt akkor mindenesetre azt szerintem nagyon beszédes, hogy amikor a konkrét motivumokra próbáltam rákérdezni, már inkább leszármazottak esetében, például Rékasinál, akkor azoktól rendre az a kitérő válasz jött, aki ott volt, miközben készülnek a művek, hogy nem tudjuk, nem megragadható, sose beszélt róla. És ebből számomra két dolog derül ki. Egyrészt, hogy ezek valóban magán mitológiák, tehát egy ilyen saját belső mese pörög bennünk. Másrészt nem biztos, hogy olyan fokon verbalizálhatóak, mint ahogy mi ezt szeretnék művészettörténészként. Tehát ugye itt előttünk a Tempevő címlapján itt van ez a bábos figura, a visszatérő figurákkal, karakterekkel, furcsa, több, sejtető történésekkel, de ezek a mesék nem írhatók le olyan koherens módon, ahogy azt mi szeretnénk. Én nem szeretném koherens módon, de én úgy szeretném, ahogy az Ebi Warburgnak erre viszont tehát tudom, mit akar... az, hogy azt gondolod, hogy basszus, akkor a Rhoda Scottnak volt ilyen haja, vagy igen, az Angela Davisnek, és akkor azért van állandóan ilyen hajú ember, talán. De szóval, hogy ezeket a motívumokat összegerebjézni, amik akkor valószínűleg, lehet, hogy nem is tudatosan, de működtek, hiszen ők is néztek valamit, ők is láttak valamit, és ők is, mivel folyamatosan a körülöttük lévő valóságból merítettek. Tehát ilyen szempontból nagyon tanulságosak az enteriőrök. Én a Grosnál meg a Rékasinál találkoztam ezzel konkrétan, nem tudom, hogy a Kasnál van ilyen adalék, hogy tele volt a faluk reprodukciókkal, és jellemzően a Grosnál és a Rékasi Ágotánál is klasszikusok. Tehát Pos, Piero della Francesca, Van Eyck, de úgy, hogy évtizedeken keresztül kint van a falán. A másik pedig ezek a filmélmények. Ugye pont a Grosnál
hosszan elemzik sokan, hogy a Vittoria de Sica-nak a Csoda Milánóban milyen fontos volt neki. Tehát azért, hála Istennek, ez egy olyan korszak, ahol hát rengeteg... Hát a róla szóló grafikán ott is van a... Igen, az a Kasnak a gyönyörű Noldi című grafikája. Igen, tök érdekes, amiről most így tart egy ideje a beszélgetés, mert folyamatosan paralel az mozog bennem, ami egyébként... lehet, hogy egy picikét távolításnak tűnik, de szerintem szervesen kapcsolódik, hogy melyek azok a hagyományok, amelyek mentén megfoghatók ezek a művészek, és azokat a hagyományokat mindenki ismeri, kedveli, és olyan hagyományokra gondolok, hogy a Dürer-i, a Rembrandt-i vonal, vagy mondjuk Kastnál a gótikának az alakjai, az arányrendszerek, a kánonok, ezek mind-mind olyan hívószavak, amikre mondjuk Dürerre gondolva, 2 éve volt talán Bécsben, még a járvány előtt egy nagy Dürer kiállítás, tömegesen mentünk, én az utolsó napokban mentem el, úgyhogy magas vagyok, nagyon távol álltam a művektől, és szinte alig láttam őket, olyan sokan voltak, hogy vajon ezen gondolatok mentén meghatározni, hogy veled is beszéltük, hogy elmese a Gyulai Liviusnál, hogyha majd csinálunk róla kutatáskonferenciát, hogy Dürer jelenléte a grafikában nem lehet esetleg vonzóbb a közönség számára, vagy a szakma számára? Én javaslom, hogy zárjuk a beszélgetést ezzel a körrel, hogy mennyire népszerű vagy emészthető ez a művészet a nagy közönség számára. Mert számomra ez egy dilemma. Ugyanis egyrészt az, hiszen figurális, olvasható, meseszerű, látványos. Másrészt viszont, amiről Tünde is beszélt a vezetésében, műveltséget, olvasottságot igénylő. Nem tudom, hogy erről mit gondoltok. A műveltséget, olvasottságot igénylő az oké. És szerintem rengeteg olyan műveltségi tudás van, amit össze lehet ezekkel kötni, de még nem kötődtek össze. De azt az ötletemet szeretném akkor így is elmondani ebben a formában, hogy például ezeket a műveket szerintem iszonyatos népszerűségre tenne szert, hogyha a kinagyított részleteket valahogy meg lehetne mutatni. Tehát amikor igaziból az összes albumnak végül is az a fő hozadéka, hogy mondjuk amikor egy freskóról nézegeted az albumot, hát soha nem látod, nem vagy az a szerencsés, aki a restaurátor mellé felmászhat és megnézheti, hogy az valóban hogy néz ki, de a fotós fölmegy és megmutatja, és akkor látod, és azért érdemes tulajdonképpen ez a, tehát a nyomtatott sajtónak vagy a könyvkiadásnak ez a része azért nem hal el, mert ennek van egy igazi élő funkciója. Ezeknél ugyanazt meg lehet csinálni, csak itt ugye nagyobban látod. De hát most gondolj bele, hogy például a Beardsley-t hányan veszik, nézik, imádják még most is, és hány album született róluk, és hány vetített képes előadás lehet róla tartani minden egyes művének, minden egyes kicsi részletéről, és itt meg itt ülünk egy ilyen kincses bányán, amivel még nem, tehát amit még nem hasznosítottunk, szerintem emese. A kincses bányát én is így gondolom, és hát a Ágnessel Szolnokon tervezünk Gyulai Livius kiállítást, és Rékasi Ágott a kiállítást is, és amit mondasz a nagyításokra vonatkozólag, azt szerintem vegyük figyelembe, és ennek mentén tervezzük majd a katalógusokat, és hát persze a közönség reményében, meg abban, hogy a gyűjtők és elemzők, művészeti írók és művészettörténészek kedvét is fölkeltsük ez iránt, a kincses bánya iránt, mert abban a kincses dobozban még sok-sok felfedezni való érték van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Jó éjszakát! Mi is köszönjük a meghívást, és a kiállítást is köszönjük, meg a figyelmet.